Az igézőben nem véletlenül kísérte nagy érdeklődés Bobori Zoltán könyvemutatóját. A Zavar című kötet esszenciája a Vörös Marti Társaság elnöke kimagasló irodalmi pályájának, mindannak, ami évtizedeken át megerősítést nyújtott olvasónak, pályatársnak egyaránt. Pálfalvi András a kötet előszavában ezt a mélységet idézte meg. Bobori Zoltán új kötetének alaphangja az emlékezés. Az ő avar szőnyege alatt is ott pihennek az emlékek, amik most ebben a kötetben feltámadnak, a líra és a próza eszközeivel új életet kapnak. Őszinte és mélyről jövő érzéseket kelt bennem ez a kötet. Többször elolvastam, így tudtam megírni az előszót hozzá, és a címében benne van. Mindaz, ami rezignáltá teszi az embert, mert ősz van, vagy az ősz után ott van az avar, avalat vannak az emlékeink, és ezek már szaporodnak, igen, tisztességesen. És ez az Zoli nagyon szépen megjelentette ebben a kötetben. Öröm volt megírni hozzá az előszót. A székesfehérvári irodalom egyik lelke és motorja nem titkoltan egyfajta zárszónak is tekinti a míves kötetet, meg annyi emlék tolul felénk a gondolatgazdag megemlékezésekből, a soha nem felszínes köszöntőkből, a komoly és komor és a kellően játékos gondolatsorokból egyaránt. Ebben a korban, amiben vagyok, ilyenkor már az ember tényleg az élő, ragyogó, virágzó fáról egyszer csak elkezdenek hullani a levelek, és lesz egy lábunk alatt susogó avar, sok-sok emlék, szép emlékek, kevésbé szép emlékek. Hát most ebben a avarosban járunk egy zavaros időben. Az est házigazdája Pémaklár Éva nem titkoltan azon pályatársak közé tartozik, aki végigkísérte Bobori Zoltán útját, és tette ezt elkötelezettséggel meg annyi korszakos történés tanújaként. A szeretet, a hit, ennek az átadása és valamilyen módon búcsúzás egy kicsit. Búcsúzás a barátoktól, azoktól, akik már nincsenek itt. Búcsúzás, mintha magától a versektől, az írástól is búcsúzás lenne, de én bízom benne, hogy nem, hiszen az avar alatt gyökerek vannak, ezek tovább élnek, és kitavaszodnak, és ebben bízom, hogy Bobori Zoltán költészete is így lesz. A bensőséges hangulatú találkozó megerősítést nyújtott az irodalombarátoknak, mert ahogy Pálfalvi András is megfogalmazta, hiteles vallomásokat kaptak magukkal sodró érzelemhullámok mentén, ahol megjelenik a mély empátia, a természetes humor, minden, ami nem sért, sokkal inkább felvilágosít.